Na, és akkor meg is történt a felszállás, azért az hallható, meg látható, hogy egy picit hangosabb eszközről beszélünk, ugye a hat forgószárnya miatt, de látható, hogy a GPS tartása teljesen tökéletes, tehát tökéletesen tartja egy helyben a pozíciót, egy nagyon stabil gép egyébként. Működésben az egyik drón a nyíregyházi Lovarda mellett lévő egykori futballpályán. A gépeket a Nyíregyházi Egyetemmel is együttműködő drónpilóta képző társaság hozta el a vármegye székhelyre. A bemutatón kisebb és nagyobb, különféle ipari és mezőgazdasági célra használható légijárműveket tekinthettek meg az érdeklődők. Több mint 64 területet összegyűjtöttünk, ahol a drónok eredményesen alkalmazhatóak. Ezek akár a napelemparkok felmérése, egy épület 3D modellezése, vadkárbecslés, területmérés, térfogatszámítások, illetve ugye a növények egészségügyi állapotának a meghatározására, valamint ugye a nagyon fontos része ennek, ugye a másik drónoknak a felhasználása permetezési céllal is tudjuk őket használni, de a permetező drónok felszerelhetők egy granulátumszóró rendszerrel, amivel akár szúnyoggyérítő is tudunk csinálni, illetve ugye műtrágya kiszórásra is alkalmasra tehető ez az eszköz. A Nyíregyházi Egyetem 1968 óta foglalkozik pilótaképzéssel, a céggel kötött együttműködés révén pedig az idei év januárjától növényvédelmi drónpilótaképzés indult az intézményben. A drónok, mint légijárművek, szintén pilótát igényelnek. A különbség annyi, hogy ezekben a járművekben nem ülnek benne a pilóták, hanem mindegy pilóta nélküli járművekről beszélünk, de ugyanúgy pilótákat kell képezni. És az ötlet ebből fakadt, hogy működjünk együtt ezen a területen, hiszen mi egy több évszázados tapasztalattal rendelkező pilótaképző intézmény vagyunk, az ABZ Drón Kft. Pedig egy gyakorlatilag a piacon nagyon elismert és kvázi piacvezető a drónképzésben, illetve a drónos technológiák fejlesztésében és alkalmazásában. Az együttműködésnek az alap ötlete az tulajdonképpen ebből fakad, és a Nyíregyházi Egyetem lehetőséget, illetve helyszínt is biztosít ahhoz, hogy a Magyarországnak ebben a térségében is ezek a képzések elérhetőek legyenek. A mezőgazdasági drónok reptetéséhez egyébként pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány megszerzése szükséges. Ehhez ad alapot az egyetemen választható képzés. A gépek használatához szükséges engedélyek megszerzésének feltételei egyébként a közelmúltban számos helyen változtak. A bemutatón ezekről is tájékoztatást adtak a kilátogatóknak. Két felé kell bontani, az egyik a felmérő drónoknak a használata, amihez sok esetben egy A1-A3 kompetencia tanúsítvány is elég lehet, de területtől függően ellenőriznünk kell, hogy kell-e eseti légteret igényelnünk az adott feladat elvégzéséhez. Ezen felül ugye a permetező drónok a másik szegmens, ahol egy kicsit jobban korlátozott a jogszabályi háttér. Permetező drónok esetében kell megszereznünk legelőször is egy A1-A3 kompetencia tanúsítvány, majd ezt követően az A2 kompetencia tanúsítvány. Hogyha ezekkel rendelkezünk, akkor tudunk beiratkozni a pilóta nélküli légijármű irányító igazolvány megszerzésére felkészítő tanfolyamra, melynek elvégzését követően lehet majd a növényvédelmi drónpilóta képzést elvégezni. Ezen engedélyek birtokában kell aztán regisztrálni a NEBIH drónpilóta jegyzékébe, ezt követően pedig a légügyi hatóságtól is szükséges megkérni a műveleti engedélyt. A bemutatón látott drónok közül egyébként a feltérképezésre szánt gépek értéke 1 millió forinttól 4 millió forintig terjednek, míg a permetező eszközök 5 és 9 millió forint között érhetőek el.